Jó estét kívánok! Önök a Kecskeméti Televízió híradóját látják 19 órakor. Nézzük, miről szólnak majd mai híreink. Elárasztotta a víz a műkerti sétányt ma reggelre. Több mint 4 millió forinttal támogatta a Mercedes gyár a kórház gyermekosztályát. Gazdasági fórumot tartott a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége. Elárasztotta a víz a műkerti sétányt ma reggelre. Egy 50 éves főnyomó cső tört el. Mintegy fél méteres vízréteg állt meg az úton, és az aszfaltburkolat is megemelkedett. A Bácsvíz ZRT munkatársai kora délutánra elhárították a hibát, de folyamatosan dolgoznak a teljes helyreállításon. Bácsvíz ZRT munkatársa és stábunk érkezésekor már hosszú órák óta dolgoztak a műkerti sétányon, ahol ma hajnalban mindent elöntött a víz. Egy 50 éves fővezetékből szakadt ki egy darab, nem sokkal hajnali 2 óra után. Ez okozta a meghibásodást. Reggel, amikor felébredtünk, már arra ébredtünk, hogy tiszta sár az út, le volt zárva már, akkor már a gépek itt dolgoztak, aztán kijöttünk az udvarra, a kapu alatt tiszta sár minden. Az úton mintegy fél méteres víz állt, az aszfalt is megemelkedett, a hiba elhárítás végéig pedig szünetelt a vízszolgáltatás a műkerti sétány páratlan oldalán, valamint az Epreskert utcában és a Kórház utcán. Reggel, mikor felkeltem, akkor tapasztaltam, hogy nincsen víz a lakásba, hallottam a gépnek a zaját, hogy az utcán dolgoznak, kinéztem, átláttam, hogy nincsen víz, igen, meg a sár volt, az udvarba ment. Úgyhogy ezt azt mondom, hogy nálunk van csőtörés. A csőtörést az üzemfelügyelő diszpécsere készlelték, de csak 10-15 perccel később sikerült a problémát lokalizálniuk egy lakossági bejelentésnek köszönhetően. A szerelők rögtön megkezdték a hiba elhárítást, 4 órától dolgoztak az úton lévő iszap és törmelék eltávolításán. Azt kell tudni erről a vezetékről, hogy ez egy több mint 50 éves azbeszt cement vezeték, tehát anyagában is és korában is már elég megérett a cserére. Sajnos arra nincs jelenleg forrás, hogy ilyen hosszabb csőszakaszokat kicseréljünk. A sétányon a Vadaspark irányába haladó 2 sávot teljes szélességében lezárták. A forgalom 7 órakor indult újra egy sávon. A hibát kora délutánra hárították el a Bácsvíz munkatársai. A részleges helyreállítás ma este 9 óráig történik meg, a szilárd burkolatot pedig véglegesen előreláthatólag április 12-ig állítják helyre. Idén is megtartották a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége gazdasági fórumát Kecskeméten. A rendezvény segítségével a megye vállalkozóinak, munkaadóinak lehetősége van rálátni a jelenlegi gazdasági helyzetre és a jövőbeni fejlesztési irányokra. Harmadik alkalommal tartották meg a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége gazdasági fórumát Kecskeméten. A hagyománnyá váló rendezvényen Véninger Richárd, a VOSZ Bács-Kiskun megyei szervezetének elnöke köszöntötte a vendégeket a Bozsó gyűjteményben. Ezúton is sok szeretettel köszöntöm Önöket a mai gazdasági fórumunkon. A témák kiválasztásánál igyekeztünk a tagok, a tagjaink, illetve a vállalkozók és menedzserek hangját meghallani, és olyan témákat választani, ami mindannyiunkat érdekel, mindannyiunkat érinthet. A VOSZ megyei szervezete idén is azt tűzte ki célul, hogy a résztvevők a mindennapokban is jól hasznosítható információkkal térhessenek haza. A területi szervezetekre épül az egész érdekvédelem, érdekképviselet és a szolgáltatások is, és hát a Bács-Kiskun megyei szervezet nagyon komolyan veszi ezt, és még egy gazdaságpolitikai fórumot is rászervez. Ez azért jó, mert a VOSZ programját, gazdaságpolitikai programját, szervezeti céljait meg lehet beszélni, és emellett egy kitekintést kaphatunk. Az országos áttekintés mellett a helyi vállalkozók, a cégek vezetői és az országos szövetség is fontos adatokat kaphat a megye gazdasági helyzetéről, fejlődéséről és a lehetőségekről. A bemutatott best practice-ek, vagyis a jó gyakorlatok más megyéknek is például szolgálhatnak. Az előadók között neves ingatlanpiaci elemző és viselkedés elemző is volt, akik a lakáspiaci trendekről és a fiatalok munkaerőpiaci helyzetéről beszéltek. Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke pedig a Bács-Kiskunban itthon vagy tanulmányi ösztöndíj programot ismertette.
Kecskemét polgármestere Szemereiné Pataki Klaudia a legbefolyásosabb magyar nők közé került a magyar Forbes 5. alkalommal elkészített listáján. A Forbes a lista összeállításához idén is a Biznód céginformációs rendszere által biztosított adatokat, valamint a több tucat háttérbeszélgetés során gyűjtött információkat használta fel. A Magyarországon élő és alkotó nők elmúlt egyéves tevékenységét figyelembe véve a végső sorrendről a szerkesztőség döntött. A közélet és a politika területén tűnt fel a legtöbb új név. Kecskemét polgármestere Szemereiné Pataki Klaudia rögtön a 10. helyre került. A listáról további részleteket tudhat meg a híres.hu oldalon. Több mint 4 millió forintos támogatással segítette a Mercedes gyár a Bács-Kiskun megyei kórház gyermekosztályának intenzív részlegét. Az adományból egy 20 kiló feletti gyermekek részére is használható lélegeztetőgépet vásárolt a kórház. A Kecskeméti Gyermekosztályért Alapítvány és a Bács-Kiskun megyei kórház gyermekosztályának dolgozói Fuss, hogy lélegez elnevezéssel rendeztek jótékonysági futóversenyt és családi napot 2018. szeptemberében. A kezdeményezés célja az volt, hogy a nevezési díjakból befolyt összeg segítségével egy új 20 kg feletti gyermekek részére is használható lélegeztetőgépet vásároljon a kórház. A nővéreink nagyon-nagyon nehezen érik azt meg, amikor nem tudnak rajtuk kívülálló okok miatt nem tudnak segíteni egy beteg gyermeknél. Legyen az egy műszernek a hiánya, ami miatt nem bírjuk az ellátást biztosítani. A kórház tulajdonában csak egy ilyen lélegeztetőgép volt, de mivel ideiglenesen nem volt használható, nagy szükség volt egy másikra. Az eszköz azért is elengedhetetlenül szükséges, mert megtörténhet, hogy egyszerre két gyermeknek van szüksége lélegeztetésre. A készülék az újraélesztés után, vagy légzésleállás következtében is segít a kisgyermeken. Korszerű kifejlesztésének köszönhetően 600 g-os újszülött vagy koraszülött babáktól a felnőtt méretű gyerekek lélegeztetésére is alkalmas. A gép megvásárlására a Mercedes gyár is felajánlotta anyagi segítségét. Az, hogy itt a gyerekeknek erre szükségük volt, illetve hogy a gyerekellátásban ilyen támogatásra szükség van, én azt gondolom, hogyha a régióban van egy akkora cég, mint a Mercedes-Benz gyár, akkor kötelessége is hozzájárulni, hogy ez megszerezhető legyen, illetve hát itt legyen és rendelkezésre álljon, hogyha ne adj Isten szükség van rá. A futóverseny nevezési díjaiból 425 ezer forint folyt be, ezt a kórházi alapítvány megtoldotta 300 ezerrel. További adományok révén 931 ezer forint gyűlt össze. Ezt az összeget a versenyre meglepetés vendégként érkezett Christian Wolf, a Mercedes-Benz ügyvezető igazgatója, 5 millió forintra egészítette ki. Az így összegyűlt támogatáshoz a kórház vezetősége további 5 millió forintot adott. A fantasztikus összefogásnak köszönhetően így megvásárolhatta a gépet a gyermekosztály. 5-ből 4-szer nyerték meg a Kecskeméti Református Kollégium diákjai a legtöbb úszót indító iskolák versenyét az Univer 24 az úszás ünnepe elnevezésű eseményen. Az első helyezéssel járó ajándékutalványt egy meglepetés ajándékkal együtt ma vehették át a tanulók az általános iskola dísztermében. Itt vannak az utalványok. Az első helyezéssel járó ajándékutalványokat mutatja fel Varga László, a Kecskeméti Református Kollégium Alapítvány kuratóriumi elnöke. Az általános iskola igazgatója Tóth Attila kiemelte, hogy az 5. alkalommal megrendezett úszófesztivált kategóriájukban negyedjére sikerült megnyerniük, idén már a református gimnáziummal közösen. Az általános iskola dísztermében összegyűlt gyerekeket Szemereiné Pataki Klaudia polgármester is köszöntötte, hangsúlyozva, hogy az úszás ünnepének gerincét minden alkalommal a református kollégium résztvevői adják. Sem magasság, sem mélység nem rettent, hát titeket nem rettentett, a medence aljában ugyanúgy belesuppantatok, mint ahogy itt ebben a gyönyörű szecessziós épületben tanultok, és itt az emeleti részen, úgyhogy csak így tovább. Szemereiné Pataki Klaudia a város ajándékaként minden gyereknek hozott egy poligon kecskével díszített tornazsákot is. Az iskola diákjai az úszás mellett többféle sportággal foglalkoznak, az általunk megkérdezett 5. lányok például tenisszel és röplabdázással is. Én régebben jártam úszni is, azt abba hagytam, de miután újra vízbe csobbantam utána, visszajöttek a régi emlékek, és ez nekem úgy nagyon tetszik. Az idei úszófesztiválról nagyon jó emlékeket ápolnak a lányok, a rendezvény sztár vendégével való találkozás például mindkettőjükre nagy hatással volt.
hosszú Katinkával mindenki találkozott, és fotókat is lehetett vele csinálni, és ez nagyon nagy élmény volt, hogy így lehetett fotózkodni hosszú Katinkával. A nagyiskolák kategóriájának első helyezésével járó utalványt minden évben van mire elkölteni, erről már a Refisek csapatkapitányával beszélgettünk. Legfőképpen a testnevelés felszereléseket szoktuk bővíteni, a labda mindig egy fogyó termék, úgyhogy ezt mindig pótolni kell, de az úszodában is nagyon sok felszerelést szoktunk venni, illetve az egyéni igényeket is próbáljuk kielégíteni. Az Univer 24, az úszás ünnepe idén először átlép az ország határokon is. Most már igyekszünk nemzetközi porondra is répni, vannak sportbarátaink Románia területén, Kolozsváron, és ők javasolták azt az ötletet, hogy mi lenne, hogyha a Kecskemétről Kolozsvárra is elvinnénk az Univer 24-et. Idén október 12-én és 13-án tehát Kolozsváron is megrendezik sztárvendégek részvételével az úszófesztivált, amelyre ráadásul kecskeméti diákok is eljuthatnak egy ehét pénteken induló videópályázatnak köszönhetően. A pályázás részletes feltételei a cég honlapján tekinthetőek meg. 9 kiskutyát tettek ki kedden egy dobozban Nagykőrös környékén. A Menhely az Állatokért Alapítvány munkatársaihoz telefonon érkezett a bejelentés az állatokról. A karton dobozt ráadásul le is ragasztották, hogy ne tudjanak elmenni a kicsik. A 9 csöpség szerencsére jól van, nagyon aktívak, sokat esznek, és a Menhelyen már meg is kapták az első oltásukat. Körülbelül 6-7-esek lehetnek, 4 kislány, 5 kisfiú. A kutyusokért még 2 hétig jelentkezhet az eredeti gazdájuk, bár a Menhely munkatársai elmondták, az elmúlt évek során még nem fordult elő, hogy a kirakott kiskutyákért jött volna a tulajdonos. Így, ha minden jól megy és egészségesek maradnak a kölykök, körülbelül 1 hónap múlva már örökbefogadhatóak lesznek. Sajnos ilyenkor tavasztal a legtöbb a felesleges szaporulat. Az állatvédő szervezeteknél mindig felhívják a figyelmet az ivartalanítás fontosságára. A Menhely éppen most tart ivartalanítási akciót, amely keretében a szukák ivartalanítására 5000, a kankutyákra 2000 forintos támogatást tudnak adni. 24 órás sebességellenőrzést hajt végre országszerte a rendőrség. Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek hálózata a TISZPOL kezdeményezéséhez a Bács-Kiskun megyei rendőrfőkapitányság is csatlakozott. Hazánkban a rendőrség az ellenőrzési helyek kijelölési folyamatába a lakosságot is bevonta. Látható, hogy ez a személygépjármű 71 km/h-val ment a megengedett 50 km/h helyett. Ennek az autónak a sofőrje egy 30 ezer forintos csekkel folytathatta útját. A rendőrök rögtön megbüntették azokat, akik nem tartották be a sebességkorlátozást. Az ellenőrzések pedig nem érnek véget egészen holnap reggel 6-ig, ugyanis 24 órán keresztül folyamatosan több helyszínen mérik az autósokat a rendőrök a Speed Maraton akció során. A közúti közlekedési baleseteinknél elsődleges baleseti ok a sebesség túllépése. Ha csak Bács-Kiskun megyét vesszük alapul, az első negyedévben a 169 személysüléses balesetből 55 esetben a sebesség túllépés volt okként feltüntetett, ez több mint egy harmada. Bács-Kiskun megyében 24 óra alatt 65 helyszínen mérnek a rendőrök. Ezeknek a helyeknek az egyharmadát a lakosok tanácsolták, a többi kétharmad pedig olyan rész, ahol korábban történt már baleset a sebesség túllépése miatt. Bóbis Attilától azt is megtudtuk, hogy a 44-es főút az egyik, ahol a legtöbb baleset történik. A rendőrök azonban nem csak a méréssel tesznek a gyorshajtók ellen. Ez a mai akció ugye egy sebességmérésre kiegyezett akció, de ezen kívül még több eszköz is van a kezünkben. A legfontosabb talán a megelőzés, ezért járunk iskoláktól, óvodáktól iskolákig, sőt munkahelyekre is kijárunk, és felhívjuk az ott dolgozó tanulók figyelmét a közlekedési szabályok betartására. Nekünk a büntetés az nem cél, az csak egy eszköz. Aki pedig túllépi a sebességkorlátozást, az továbbra is számíthat büntetésekre. Elindultak az országos szintű húsvéti fogyasztóvédelmi ellenőrzések, amelyek során a kereskedelemben megjelent húsvéti termékeket, egyebek mellett a sonkákat, csokikat és tojásokat vizsgálják a kormányhivatalok munkatársai. A különböző boltokban, elárusító helyeken április 22-ig próbavásárlásokra lehet számítani.
Idén is nagy hangsúlyt helyez a fogyasztóvédelem a húsvéti ellenőrzésekre. A vásárlók a kedvezményes termékeket szeretik, ezért a fogyasztóvédelem munkatársai kiemelten ellenőrzik a különböző akciókat. Gyakori probléma szokott lenni, hogy az akciós árat a pénztár nem érvényesíti, de sokszor találkozik a fogyasztóvédelmi hatóság azzal a ténnyel is, hogy a termékeket nem hitelesített mérőeszközzel mérik, vagy a csomagolóanyagot a termékbe belemérik. A cél természetesen nem csak ugye az általánosságban a kereskedelmi feltételeknek a vizsgálata, hanem termék specifikusan, mint a vételezések folytán is, hogy meggyőződjünk mondjuk a termékeknek a beltartalmáról. És ha már ezt említettem, ugye ezeknél a legfőbb szempont ugye a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatoknak a kiszűrése, így ugye sor került úgynevezett húsvéti termékek mintavételezésére is, mint például sonkák, húsvéti figurák, illetőleg akár említhetném a pálinka termékek mintavételezését is. A kormányhivatal fogyasztóvédelmi osztályának eddigi tapasztalatai alapján minden harmadik ellenőrzés során jogsértést állapítottak meg. Az üzletekben, piacokon április 22-ig lehet próbavásárlásokra számítani. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit még egyszer, röviden. Elárasztotta a víz a műkerti sétányt ma reggelre. Egy 50 éves főnyomó cső tört el, mintegy fél méteres vízréteg állt meg az úton, és az aszfalt burkolat is megemelkedett. Több mint 4 millió forintos támogatással segítette a Mercedes gyár a Bács-Kiskun megyei kórház gyermekosztályának intenzív részlegét. Az adományból egy 20 kg feletti gyermekek részére is használható lélegeztetőgépet vásárolt a kórház. Gazdasági fórumot tartott a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége. A rendezvény lehetőséget ad a megye vállalkozóinak, munkaadóinak, hogy rálássanak a jelenlegi gazdasági helyzetre és a jövőbeni fejlesztési irányokra. 24 órás sebességellenőrzést hajt végre országszerte a rendőrség. Az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek hálózata a TISZPOL kezdeményezéséhez a Bács-Kiskun megyei rendőrfőkapitányság is csatlakozott. A hírös híreket látták a szerda esti híreórában. Hamarosan folytatjuk a kiemelővel, amelyben elsőként Látó Rihárd, a Kecskeméti Katona József Színház karmestere lesz a vendégünk, aki a közelmúltban vehetett át egy rangos elismerést. Majd megmutatjuk, miért ne vegyen húsvétra nyulat, kis csipét vagy tyúkot. Végül a belvárosi kerékpáros közlekedésről láthatnak egy összeállítást. Olvassák és nézzék hírportálunkat a cím híres.hu. A híres híreket 21 és 23 órakor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 órakor ismételjük meg. A kecskeméti.tv.hu weboldalon pedig bármikor ismét megtekinthetik. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk, tartsanak majd akkor is velünk. Köszönöm a mai megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Csütörtökön is marad a szeles idő, a délkeleti szél élénk erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 fok körül alakul. Pénteken többfelé esőre, záporokra készülhetünk, helyenként zivatar is kialakulhat. Továbbra is élénk erős lesz a délkeleti szél. Napközben 13-21 fokot mérhetünk. Szombaton még esőre, záporokra, helyenként zivatarokra kell készülni, a szél veszít erejéből és a hőmérséklet is visszaesik. Délután 11-18 fokra van kilátás. Vasárnapra valamivel melegebb idő körvonalazódik, néhol egy-egy záporral.